Istenünk, könyörülj rajtunk. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmasszon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életbe. Amikor határvonalat szabtam szabni,
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében. Testvéreim, Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ezután tehát nem ismerünk senki emberi szempontból. Ha a Krisztust azelőtt emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. Ez az Isten igéje. Van, mi bácsi?
bácsi Dőkösi Endre adott a fiatal embernek, de valami hasonló dolgot mondott Heisenberg, ugye 1976-ban, mint ez a Nobel-díjas fizikus, a kvantummechanika egyik megalapítója, aki egyik könyvében azt írja, hogy a mai modern világ olyan, mint egy óriási óceánjáró hajó, amelyen a nagy tömeg acél könnyen visszahat a műszerekre és befolyásolhatja azokat. Modern embernek, mondja Heisenberg, néha le kell vennie a figyelmet a saját műszereiről. Balerdenőknök ügyörök, amiket az ember állandóan néz, és föl kell néznie a csillagokra, tehát ez a hit, hogy erre tévedjen. Testvérek, a mai evangélium tulajdonképpen egy drámai helyzetet áll elénk. Egy olyan helyzetet, ami vihar, ami határhelyzetként lehet elkönyvelni, hogy az apostolok életében, és ami azzal kecsegtet, hogy eltévednek, ugye a Heisenbergre gondolok, vagy azért nem helyes irányba mennek, nem Krisztusra figyelnek. Nem Krisztus volt az igazi irány, hanem másra, félelem irány. Amikor félnek a bárkában a vihar közepette. Márk evangélista háromszor ír a genezereti tavon való hajózásra. Ez az első, a vihar lecsendesítése. Aztán jön a vízenjárás története az első csodálatos kenyérszaporítás után, de van a második csodálatos kenyérszaporítás után is egy jelenet, amikor átmenek szintén Dalmanon a környékére, és Jézus fölhasználja ott a bárkában az alkalmat arra, hogy figyelmeztesse az apostolokat, illetve óvja őket a farizeusok kovászától. Ez a három hely, ami hajózás, a genezereti tavon való hajózásról szól. Jézus és a tanítványok tehát tavon vannak, mennek a genezereti tó másik túlpartjára, a Dékápolis 10 város vidékére, ami pogány lakta vidék volt, este volt. Azt mondja az evangélium, hogy egy napon, amikor este lett, este volt, és az este Márk evangéliumában kettős jelentőséggel bír. Egyrészt, hogy a démonoknak a napszaka. Ez épp úgy van, mint most démon, nyilván a daimonos, a görög szót az használja az ember, de a gonosz léleknek a működési területe és az éjszaka. Nem hiába antikrisztus. Jézusnak a kegyelem órája, a megváltás órája az a délután három. A sátán órája, a sötétség órája, az hajnali három. A legnagyobb fekete mise ahhoz adja a sátánistáknál. Tehát az éjszaka mindig a gonosz lélek működésének a területe, nem mintha napközben nem dolgozna. De ugyanakkor Márknál nem csak a démonok működésének a napszaka az este, hanem a megváltás biztos haláltóságának és a haláltóságnak, a kereszt halál általi megváltásnak és győzelemnek a napszaka is érdekes. Átmenetet a túlpartra, és egy olyan esemény után vannak, amikor kapcsolódik ez a múlt vasárnapi evangéliumhoz. Márk 4. fejezetében Jézus tanít, példabeszédeket mond a genezereti tavon egy bárkában. És elmondja azokat a példabeszédeket, amiket olvasunk, múlt vasárnap kettőt hallottunk ebből, a magától növekedő vetés és a mustárba, és azt követi közvetlenül a mai evangélium. Tehát a bárkából, a tavon tanítják a népet, beesteredi, elküldik, a 12 elküldi a tömeget, Jézus pedig a túlsó partra parancsolja a tanítványokat, felmegy. És az a halászhajó, amit használtak, annak a hátsó része meg volt magasítva. És ott volt az a város, az a kis várna, amelyre Jézus lefeküdt, mert ugye fáradt volt. Az apostolok azt gondolták, meg vagyunk mi nélküle, és alul mester fáradt vagy, megbírkozunk a helyzettel. Igen ám, de a vihar az gyorsan jött. Ez egy speciális dolog, a genezereti tavon a dombokról, dombok, illetve magas fenség környékezi a tavat. Lejön a szél, fölkorbácsolja, meg a meleg levegő, és felkorbácsolja a vizet, és pikpak hamar vihar keletkezik. Egy ilyen hirtelen vihar keletkezett, és féltek. A mester nem tapasztalt semmit, mert nem lett, nem a lenti része, hanem fönt a magasított része alatt.
őt nem érte, csak a többieket, hogy a hullámok bizonyára a bárkába is csaposkat vizet. Ő nem tapasztalt és félte, az apostolok félte. És szemben felkérdik Jézust, és szemben hányást tesznek neki. Mester, nem törődsz azzal, hogy mi itt elveszünk. Milyen érdekes. Milyen érdekes. Tanítványok félnek és bűnösek. Jézus itt ebben a jelenetben egyszerre mutatkozik meg isteniként, meg emberiként. Emberi azért, mert hát nem emberi az, hogy valaki alszik, mert fáradt. Abszolút emberi dolog. Az isteni abban mutatkozik meg, hogy parancsol a szélnek és a tengernek. Mint egy megszemélyesítve, személyes létezőnek nézi őket, mert azt mondja az evangélium, hogy hallgass el, nyílj el, mint a személynek mondaná. Tehát Jézus lecsendesíti a vihart. Három kérdés hangzik el ebben a történetben. Az apostolok három kérdést tesznek föl, válasz nincs el. Jézus válasza ugyan egy kérdés. És ebben a kérdésben tulajdonképpen ő is szemrehányást tesz neki, és figyelmezteti őket a hit és a félelem összeegyeztethetetlenségére. Tehát ők félnek, Jézus pedig a hitet kéri számon. Még mindig nincs hit bennetek. Nem tapasztaltátok először el is azokat a csodákat, amiket tettem Isten jeleit. Bízni kellene. Ugye épp előzőleg mondta el a magától növekedő vetésnek a példázatától az, hogy a Jézus akár alszik az ember, akár éppen van, akár este, akár nappal. A vetés az kikel és növekszik Istennek köszönhetően. És Jézus ebben az isteni bizalomba vetett hittel, mint bizalom alszik ott a bárka hátsó részében, a magasított részen. Tehát ez is a bizalomnak a jelképe. Miért nem bíztok? Ezt kéri számon testvérek az Ószövetségben számtalanszor az Úr Izrael népétől. Mindig morognak. Mindig van valami kifogásuk. Az Úr elhagyott bennünket, jaj, de jó lett volna, ha ma Egyiptomban maradunk. És az Úr a proféta által figyelmezteti őket. Kihoztalak, átvezettelek, a sivatagba vezettelek titeket. Felhőoszlop, tűzoszlop, mannát kaptatok, vizet kaptatok. A honfoglalás megtörtént, a bírák korában ugyanúgy megmenekítettelek titeket a bírák által az ellenségtől. És sorra lehet venni. Emlékezz Izrael, mondja az Úr a proféták által a választott népnek. Hát ott voltam, segítettem. Miért félted? Ezt mondja Jézus is. Miért félted? Miért nem bíztok? Hát csak nem gondoljátok, hogy elsüllyedünk, és Isten fia meghal, megfullad. Bíz ember, és ez nekünk is szól, mert mi is testek azért emberek vagyunk. És az ember első reakciója a határhelyzetekre, életünk viharra, hogy rakja az. Jaj, Uram Istenem, hol vagy, mit akadnál? És az úgy nekünk is mondja, nézz az életedre. Azért vannak kisebb, nagyobb viharok az életünkben, kisebb, nagyobb intenzitású nehézségek vagy viharok az életünkben. És a retrospektíve visszanézünk, akkor tapasztalhatjuk azt, hogy hát az úgy ott is volt, átsegített a bajokban. Most is átsegít. Nem kell átmenni köldöknézőkbe, csopárkodni, jaj Istenem, mi lesz velem, az Úr nincs itt, elhagyott. Ott van. Kérdés az, hogy kitessékeljünk vagy sem. Mert kitessékelheti a szembe az Urat. Mester, aludj, majd mi megbírkozunk az életet. De kis padra csücsünk ott, vagy ott a városra. És ezt hogy tesz az ember? Hogyan lehet ezt megcsinálni? Azáltal, hogy igazából nincs kapcsolatom vele. Nincs kapcsolatom vele. Tehát úgy alszik idézőben az Úr az életemben, hogy jó, ha szükség van rá, előrántatom, de amúgy a hétköznapokban jó, ha nem szólt el az életemben. Akkor kitessékelem, és ha szemrehányást teszek neki, hát Uram, hol vagy, mint ahogy azért vannak, akik nem nagyon törődnek a jó Istenem, ha baj van, akkor rögtön az a válasz, hol van ilyenkor az Isten. És az Úr válaszol, én azt ígértem, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig. Te el tudnél aludni. Akkor nézzük meg a politikát. Tolerancia intoleranciája. Békét
akarunk békét csinálni, de ha nem fogadja a mi békéket, akkor háborút indítunk. Nem ez van az ukránoknál és az oroszoknál. Nem fogadják el azt a békét, amit a bizonyos egyik fél kínál, akkor háborút indítunk, fegyverre békét csinálni, mert nem az ész. Ez a vakadalom a szensz, hogy nem igaz. És az emberek elveszik, hogy én Jézusom. Hát ugye, a Jóisten alszik, mert nem kérnek belőle, mert ha kérnének belőle, most ez az alszik nagyon intézőjeles, Isten soha nem alszik, csak ez a jelképe annak, hogy maradj ki belőle, majd mi. És akkor ahhoz van, ami ha van. És sok ember életében is ez van. Testvérek, Jézus egyszerre mutatkozik meg a természetet parancsoló isteni hatalmában és teljes emberségében, ahogy említettem, és ahogy Jézus lecsendesíti a viharokat, nagy csendesség lesz. Megállé Galileiből, Galileiből megállé a körökben, tehát nagy nyugalom. Ha engedjük, hogy az Úr a mi életünk viharaiban is csendesítse le azokat, mi nyugalom száll a lelkünkbe és az életünkbe. Kicsoda ez? Kérdezve az apostolok. A három kérdés egyike. Jézus pedig, ahogy említettem, a kérdésével rámutat arra szembe állítja, hogy milyen összeférhetetlen a két állapot, a hit és a félelem. Testvérek, két dolgot érdemes levonni következtetésként ebből a történetből, hogy az életünk az egy viharos tengerként is lehet felfogni, nem állandó, de vannak viharok. Kérdés az, hogy milyen a mi viszonyulásunk Jézushoz, ugye az apostolok viszonyulásának a tükrében. Mi hogyan viszonyulunk az Úrhoz? Uram, jó, hogyha egy kicsit távol maradsz, majd mi igazgatjuk az életünket. Milyen a mi viszonyunk Jézussal? Illetve ha netalán úgy éljük meg, mint a jó Isten adna, tehát nem avatkozik bele, és reggel tudjuk kínoljak a viharaiban. Megvan-e bennünk az a bizalom, hogy akár alszol, akár éppen vagy, én a növekedést adom, én ott vagyok. Isten hű önmagához. Ha mi elvagyunk, ő soha nem hagyja bennünket. Mert ő hű saját magunkhoz, csak engedni kell. Tehát vele együtt. Legyőzni, a viharokat felül kerekedni a bajok fölé. Mi az én viszonyulásom Jézushoz? Bízom-e abban, hogy bármi van, bármi történik, Isten rejtőzködik, mikor rejtőzködik is. Ott van, és segít majd nekem. Próbáljuk válaszolni erre az két kérdésre, otthon meg az elmélkedésben, imádságos percekben, és azt szerint is élni és cselekedni. Valóban a hitünkkel. Hiszek az Egyistenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek, minden láthatónak és láthatatlanak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. De nem teremtmény, az Atyában egy lényegű, és mindent általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállhat a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberét lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett, és elteremtét. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának ülve, de újra eljön dicsőségbe, ítélni élőket és holtakat, és országára nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és Értetőnkben, aki az Atyától és a Urunktól származik. Úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiú. Ő szól a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, való az egy keresztsége a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Testvéreim, kérjük Isten, hogy gondviselő hatalmával
irányítsa szívünket, és napról napra növelje bennünk a szeretetet. Engedd, Urunk, hogy a népek a mai idők viharában Krisztusnál keressenek oltalmat. Add, hogy Szent Atyán Ferenc pápa Krisztus erejével kormányozza az egyházat. Add, Urunk, hogy Krisztus kegyelmével mindannyian új teremtményé lehessünk. Add, Urunk, hogy egyházközségünk hívei meghallják Krisztus szeretetet apostolkodásra sürget minket. Engedd, Urunk, hogy az élet szenvedései és megpróbáltatásai Krisztushoz vezessenek bennünket. Jóságos Atyánk, az élet viszontagságaival nem egyszer próbára teszed bennünket. Kérünk add, hogy bizalmunkat ilyenkor is megőrizzük irányba Krisztus a imunk által. Thank you.
árasz el a szent lelkedet, hogy számunkra a hívunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, ezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte. Tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelje, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Üdvösségünk szent titka, halálodat hirdetünk, Urunk, és hittel vagy föltámadásra, a hígelben ősz. Állj föl! Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert hogy a színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testével és vérével részesülünk. Viseld a szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elmúlt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket, szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkban, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Káfászos Szent Józseffel, minden szenttel akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsákon és isteni tanítások szerint így imádkozunk. Mi Atyánk,
üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttél. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolainak, békességet vagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézed, hanem egyházat hívjél. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjen neki szívből egymással, legyen békesség köztünk mindenkor. Hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk,
Testvérek, valami keresztelő Szent János születésének az ünnepe, kedvelen jó keresztény író, akvitániai Szent Prosper, az ötös szentmisét József lelkedőjéért fogjuk bemutatni, és kedvelen a mutatni zarándokatunk. Fél hatkor indulunk a Barbakántól, 3:45 Dómusz parkoló, attól pedig majd Kővágó szörös, aki ott száll fel. Szerda alexandriai Szent Cyril és az Opus Dei alapítója José María Escrivának az emléknapja. Az ötös szentmise Pál Regina Mária Antal és Ártól elkerülvéért lesz felajánlva. Csütörtökön Szent László királynak az emléknapja. Csütörtökön meg pénteken a szentmisét egy beteg gyógyulásáért ajánljuk föl. A püspök atyánk az László. Emlékezünk meg róla majdan egy fohász erejéig csütörtöki imádságunkban, illetve a volt egyik plébánosuk is, a Vadgalazi bácsi, szintén László érte is kérdezében egy fohászt. Pénteken Ireneusz napja, szombaton Péter és Pál apostoloknak a főünnepe. 10:50 kezdődik a bazilikában a püspök atyáknak, a jubileum, a bíró püspök atyának, Májer püspök atyának a jubileumi szentmiséje, de nem zárt körű rendezvény, bárki, aki csatlakozni akar, szeretettel hívják és várják a testvéreket, 10:50 szombaton. Itt szombat este a szentmisét egy atyáért ajánljuk föl, Galagos Feri bácsiért, talán Fráckan, most talán ismerik. Jövő vasárnap, 13. hétközi vasárnap lesz, 8:00 a hindekért, 11:00 a szentmise, az ötös misét Béla és Zoltán lelkedőjéért ajánljuk föl. Mivel a hónap utolsó vasárnapja, 4:00 van egy horvát nyelvű szentmise is. Jövő vasárnap lesz a Péter fidére gyűjtés. Testvérek, parafrazálni fogok most, hogy amikor megválasztják az új pápát, akkor a kamerlengő bíboros kiáll és hirdeti a nagy örömet a népnek. Annuncio vobis gaudium magnum. Tehát nagy örömet hirdetünk nektek, Habemus pápát. A pápát az van, de két új papunk van. Ez a nagy öröm, amit hirdetek. Tegnap a püspök atya felszentelt a két diákonusunkat, az Attilát, a Mikovics Attilát, aki Pécsi. Most 1:00 lesz az új miséje a város templomban. Nem tudom, hogy és a másik pedig egy Tóth Szent Miklósi származású horvát gyökereken bíró, egy nagyon vidám gyerek, a Sebastián. Ők ezt szentelt a püspök atya, egyik Szexárdal kerül az Attila, vagy került, vagy augusztus 1-től, a másik pedig Mohácsban lesz a horva, két horvát atya lesz Mohácsban. Hát imádkozunk értük. Jóisten áldja meg a nekik hűséget, és sok-sok-sok-sok lelki előtt a hivatáshoz. Az Úr legyen veled. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben. A